Kedves nézőink, május 31-én, a hónap utolsó napján, csütörtökön este köszöntöm Önöket itt a Bajai Televízióban a híradó elején, amelyet egy rövid ízelítővel kezdünk. Illegális szemétlerakás. Az önkormányzat és a város lakók is felveszik a harcot a szabályokat megszegőkkel szemben. Figyelmetlen autósok. A koncentráció hiánya és az elektronikai készülékek használata miatt nő a közúti balesetek száma. Szoros mérkőzésen vereség. A világ másik felén lépett szorítóba Gálos Roland. A közelmúltban ismét megszervezték Baján a szemétfogócskát. A civil kezdeményezés résztvevői ez alkalommal azonban nem önkormányzati, hanem egy magánterületen bukkantak hatalmas szeméthalomra, közte pedig veszélyes hulladékokat is találtak. Az önkormányzat a bejelentés után megtette a szükséges jogi lépéseket, hiszen ők is nap mint nap igyekeznek felvenni a harcot a szabályokat megszegőkkel és a környezetszennyezéssel szemben. Ahogyan a táblák is mutatják, 2017 novemberében és 2018 májusában is célba vették a Bokodi út jobb oldalán található területet a civil kezdeményezésben résztvevő gyerekek és felnőttek. Tavaly az utat tisztították meg a szeméttől, két hete azonban egy magánterületre bukkantak, ahol bizony volt bőven dolguk. Az akció során az FBH két 5 köbméteres konténerét töltötték meg hulladékkal, emellett pedig több zsák tele lett jellemzően ipari és veszélyes hulladékkal. Mivel az érintett terület nem önkormányzati, hanem magántulajdonban van, ezért az önkormányzatnak nem áll módjában az összegyűjtött szemetet elszállítani. Ez az ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége. A hivatal azonnal megtette a szükséges lépéseket az ügyben. A polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájának munkatársai bejelentést tettek az említett üggyel kapcsolatban is a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal illetékes főosztályán. Ezt követően majd a hivatal teszi meg a hivatalos feljelentést a Bajai Rendőrkapitányságon. A polgármesteri hivatal dolgozóinak, a városőrségnek és a közterületfelügyelet munkatársainak napi feladatai között szerepel az illegális szemétlerakás elleni küzdelem, egészen pontosan az illegális szemétlerakók felderítése, illetve ezek felszámolása. Ez pedig már Baja egy másik olyan területe, ahol állandó a harc az illegális szemétlerakókkal szemben. A livadában élők és a kertulajdonosok éjjel-nappal felváltva őrködnek annak reményében, hogy lefülelik a felelősöket, de sokszor hiába, mondta Gerkely Fisándor Alex. Ez nekünk egy sziszifuszi harc, mert szinte minden napos dolog, hogy valamit idehoznak, megállnak az autók, kidobálják, és sajnos itt a livodai lakosok vannak ebben megbélyegezve, és hiába próbálunk harcolni, éjszakánként őrködünk, járunk körbe, nem bírjuk elkapni az illetőt, meg olyankor nem is tudunk semmit tenni hirtelen. Az önkormányzat kéri a lakosság segítségét is, hogy aki hasonló bűncselekményt észlel, az akár fotókkal, információkkal, akár azonnali bejelentéssel segítse a hatóságok munkáját. Már idén védjegy garantálhatja a magyar dinnye minőségét. Ebben az évben az időjárás is kedvezett a termesztőknek, a melegben gyorsan fejlődtek a növények, így a legkorábban érő fajtáknál már 2-3 kilós termések is találhatók a hajtásokon. Ezek legelőbb június közepén kerülhetnek a piacra, a mennyiség azonban még nem lesz akkora, hogy akár az üzletláncokat is el tudják belőle látni a termelők. A nyomott árak miatt az utóbbi években a termelési kedv alább hagyott. A magyar dinnye piaci pozíciójának megerősítése és a fogyasztók tájékoztatása érdekében logóval ellátott címkét vezetnek be a piacra. A tagok ezzel a matricával igazolhatják, hogy a termény magyar és kiváló minőségű. Arról, hogy az üzletláncokba bekerülő görögdinnyét hogyan jelölik majd, még nem született döntés, egyelőre csak a termelői értékesítés során matricázzák fel az árut. A nyári időszakban több a közúti baleset, derült ki egy felmérésből. Szakemberek szerint a legtöbb szerencsétlenség figyelmetlenségből és a szükséges koncentráció hiányából adódik, emellett sokan használnak elektronikus készülékeket vezetés közben, veszélyeztetve ezzel saját és mások testi épségét is. Az elmúlt hetekben több ember vesztette életét mobiltelefonok nem megfelelő használata miatt. A közlekedési szabályokról és a vezetés közbeni mobil használatról mesél az egyik bajai autósiskola vezetője.
Márki András szerint leginkább a fiatalabb korosztályra jellemző, hogy meggondolatlanul telefonálás közben ülnek a gépjárműbe, annak ellenére, hogy a készülékek használatát a Kressz is szigorúan tiltja. Tanítjuk, hogy ugye a Kressz előírásokat be kell tartani, végül is ugye nem lehet mobiltelefon kézben, figyelni kell a forgalomra, tehát ez azért a diákjainknak még jobban, mert ők azért kezdővezetők, úgyhogy ezzel kapcsolatban azért mindenkinek felhívjuk a figyelmet, és nem csak a diákjainknak, hanem a közlekedés többi résztvevőinek is, hogy figyeljenek oda, mert ez nagyon veszélyes. Sokan a szabályzatot figyelmen kívül hagyva telefonálás, SMS írás vagy a közösségi oldalak böngészése közben ülnek a volán mögé, nem sejtve, hogy ezzel nem csak saját, hanem mások testi épségét is veszélyeztetik. Emelte ki Putnik Zoltán, a bajai rendőrkapitányság sajtószóvivője. Komoly tragédiába is vezethet. Az, hogyha valakinek a figyelmét vezetés közben megosztja az, hogy az egyik kezével a mobiltelefonját tartja. Tapasztaltam, láttam azt is, hivatkoztak arra eljárás alá vont személyek, hogy de nem volt a fülemen, csak beszéltem bele, kézben tartott mobiltelefonról van szó. Elvonja a figyelmet a vezetéstől, a kormánykezeléstől, tehát a járműnek az irányításától. Putnik Zoltán hozzátette, a gépkocsi vezetők mellett a gyalogosok és a kerékpárosok is gyakran közlekednek telefonnal a kézben, emiatt ők sem tudnak teljesen koncentrálni a biztonságos közlekedésre. Az elmúlt időszakban több olyan közúti baleset is történt az országban, amely során a készülékek használata és a sofőr figyelmetlensége okozta a forgalomban résztvevők halálát. Szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a nyári időszakban fokozott óvatosság mellett megfontoltan közlekedjenek a városon belül és azon kívül is. A nyári időben egyre többen közlekednek két keréken a városban. A forgalmas helyeken viszont sokan nem szabályosan haladnak, aminek könnyen baleset lehet a vége. Pedig mind a kerékpárosoknak, mind a gyalogosoknak tábla vagy felfestett piktogram jelzi, hogy melyik sávban vagy útszakaszon közlekedhetnek. Örök és gyakorlatilag folyamatos vita téma a kerékpárosok és a gyalogosok közelharca az internetes fórumokon. Az egyik bajai csoportban is rendszeresek a városi közlekedéssel kapcsolatos posztok. A problémát pedig a legtöbben abban látják, hogy a közlekedésben résztvevő felek nem tisztelik egymást. A belvárosban az egyik ilyen szakasz a Tóth Kálmán tér és az Ötvös utca környéke. Hivatalosan ez gyalogos kerékpáros övezet, ami azt jelenti, hogy itt tekerhetnek a biciklisek, de ezt a gyalogosok veszélyeztetése nélkül legfeljebb 10 km/h sebességgel tehetik meg. Az általunk megkérdezett helyiek szerint, ha nagy a forgalom, akkor lassan is odafigyelve, de lehet két keréken haladni. Belvárosban már viszem az ebédet, és akkor minden nap megteszem ezt. És itt mennyire könnyű közlekedni itt az utcákba? Lehet. Aránylag nappal nincs nagy forgalom, munkavégzés után akkor nagyobb a forgalom. A jó idővel a Sugovica sétány felé is egyre többen ülnek biciklire. Itt a piktogramok is mutatják, hogy a vízparthoz közelebbi alsó sétány kizárólag a gyalogosoké. Erre a járműveknek mindkét irányból tilos a behajtás. A kijelölt kerékpárút a töltésen halad, ahol pedig csak is a biciklisek mehetnek. Segédmotor kerékpárral kizárólag lakott területen kívül közlekedhetünk bicikliúton, de ott is legfeljebb 30 km/h sebességgel. Fokozottan fogunk visszatérő ellenőrzéseket folytatni. A rendőrkapitányságnak vannak már kerékpáros járőrei is, akik speciálisan majd erre az útszakasz, ezen a szakaszon tudnak majd szolgálatot teljesíteni. Ellenőrizni fognak, és szankciókat is fognak alkalmazni. A rendőr szabálysértés észlelése esetén figyelmeztet, helyszínbírságot szab ki, esetleg feljelentést is tehet. Gedovics Zoltán elmondta, Baján nincs olyan egyirányú utca, ahol a kerékpárosok szabályosan haladhatnának forgalommal szemben. A zebránál le kell szállni és tolni kell a kerékpárt, a járdán pedig csak is rossz útviszonyok esetén lehet tekerni, illetve a 12 éven aluli gyerekek esetében megengedett ez a főutak mellett. Végleges helyükre kerültek nemrégiben a bajai nemzetiségek életét bemutató tablók a városi könyvtárban. Az állandó kiállítás három részből áll. Az oszlopok két oldalasak, egyik felük az itt élő nemzetiségekről, a bunyavácokról, németekről, szerbekről szól. A másik oldalukon a zsidóságról általában és a bajai zsidóság múltjáról olvashatók írások, valamint a zsinagóga épületéről kaphatnak információkat a látogatók. A tárlat megvalósításához az önkormányzat kulturális egészség ügyi és szociális bizottsága nyújtott támogatás. Ezt megelőzően az intézményben egy négy részes programsorozatot szerveztek meg. Ennek keretében a nemzetiségekről hallhattak előadásokat a résztvevők, valamint megkóstolhattak néhányat az étel specialitásaik közül.
Már megszokott látvány a város utcáin, hogy vadkacsák sétálnak a járdákon, úttesteken. Az arra járók sokszor étellel kínálják őket, mások segítenek nekik átkelni az úton, megpróbálják a vízhez terelni a családokat, vagy éppen hazaviszik az árván maradt fiókákat. Mi a helyes, ha szárnyas barátainknak segíteni és nem ártani szeretnénk? Erről kérdeztük a szakembereket. Vadkacsafészkek a Sugovica parton. A parton lévő sást nem vágták ki a vízügyes szakemberek, így a szülők rendben gondozhatták a kicsiket. Ott jártunk, koravizen két kacsa családot is megfigyelhettünk. A fiókákat, illetve családokat május elejétől láthatjuk a víz közelében és a városban. A vadkacsák, más néven tőkés récék gyorsan megszokják az emberek közelségét. Ahol elkezdik őket etetni, ott nagy számban tűnhetnek fel, és sokszor felhagynak a természetes viselkedéssel. A kenyérrel történő etetés nem tesz jót a madaraknak, és akár egészségkárosodást is okozhat az egyoldalú táplálkozás, mondják a szakemberek. Ráadásul azok a madarak, akik ehhez hozzászoknak, sokszor valamelyik környező lapos tetőn vagy erkélyen költenek, ahonnan a fiókák, ha nem tudnak lejutni, éhen pusztulnak. Baján például a turisztikai központ tetején tavaly három fészek is volt. Az idén a madarakat az ott dolgozóknak sikerült lehozniuk, így megmenekültek. A legfontosabb az, hogy nem szabad szétválasztani a kacsamamát a kiskacsától, mert hogy ugye az emberek azt hiszik, hogy a földön fészkel általában a tőkés réce, valóban van, amikor földön fészkel, de nagyon sok olyan van, különösen ezek, akik itt Baján, Sugovicán laknak, hogy ezek szanaszét a városba fészkelnek, például a déli kertbe, például valamelyik temetőbe. A szakemberek a városban rekedt tőkés récék esetében először a mamát fogják meg, aztán a kicsiket, és leviszik őket a Sugovicára. Ha beszorulnak egy udvarba vagy zárt helyre, tereljük ki őket az utcára, mert előbb-utóbb megtalálják a vizet, tette hozzá Kalocsa Béla. Más esetben értesíthetjük a nemzeti parkok őreit vagy a madártani egyesület munkatársait, ők segítenek megoldani a problémát. A közélet hírei után sporttal folytatjuk Margit Edina a stúdióban. Sportos estét kívánok! Az oroszországi Habarovszkban vett részt egy nemzetközi tornán a magyar ökölvívó válogatott, soraiban a bajai Gálos Rolanddal. A kínai határ közelében hatalmas mezőny jött össze, a világ minden tájáról érkeztek ökölvívók. Roland számára újabb tapasztalatszerzési lehetőség volt a mostani. Gálos Roland az egész tavaszt végig versenyezte, a Bundesliga mérkőzések mellett itthon is szorítóba lépett. Ennek megfelelően önbizalommal telve és jó formában várta az oroszországi versenyt, ahová több mint fél napon át utazott a magyar válogatott. A bajai fiú az első mérkőzésén egy Fülöp-szigeteki ellenfelet kapott, ami komoly erőpróba elé állította Rolandot. Első nap nem kellett boxolnom, mert 15-en voltunk a súlyomba, és második nap kellett boxolnom egy Fülöp-szigeti sráccal, annyit kell róla tudni a Fülöp-sziget, hogy a világranglistán ő a 40. helyen áll, és sajnos, hát szerintem apa is beszéltük ezt, hogy igazából mindenki, aki kint volt magyar versenyt, egy kicsit tompa volt, szerintem az időeltolódás miatt, hogy 8-szor időeltolódás volt, és nem ment úgy a box, ahogy én szerettem volna, és így 29-28-as pontozásra sajnos kikaptam. A mérkőzést a helyszínen követte figyelemmel Gálos Tamás, aki a vereség ellenére elégedett volt fia teljesítményével. Volt két napunk arra, hogy átálljunk. Valamennyire sikerült is, de a meccs napján a Roland annyira sokat aludt, sőt, amikor mentünk még a mérkőzésre, akkor is a buszba elaludt, mert ugye 15 vagy 20 kilométerre volt a mérkőzés a szállástól, és gyakorlatilag nem tudott felfrissülni. Tehát a Fülöp-szigeteknél azt hiszem egy időzónában vannak, és ő neki sokkal könnyebb volt, sokkal frissebb volt. Talán, hogyha nincs ez az időeltolódás, akkor esetleg fordítva is lehetett volna ez a mérkőzés. Gálos Roland elmondta, örül, hogy részt vehetett a tornán, mert fontos, hogy minél többször megmutassa magát a világ élvonalában. Most egy rövid pihenő jön a bajai ökölvívó számára, majd a nyár közepén újabb versenyeken szerepel Roland. Köszönöm szépen a figyelmüket, további szép estét kívánok! Egy rövid összefoglaló következik fontosabb híreinkből. Illegális szemétlerakás. Az önkormányzat és a városlakók is felveszik a harcot a szabályokat megszegőkkel szemben. Figyelmetlen autósok. A koncentráció hiánya és az elektronikai készülékek használata miatt nő a közúti balesetek száma.
Szoros mérkőzésen vereség. A világ másik felén lépett szorítóba Gálos Roland. Kedves nézőink, májusban utoljára jelentkeztünk híradóval, holnap június 1-én pénteken este 18 órakor várjuk majd Önöket ismét a képernyő elé, hogy elmondjuk a legfrissebb híreket. Most még az időjárás és vízállás jelentéssel jövünk. Én a műsort készítő kollégák nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk. A Dunántúl nyugati részén és északkeleten szórványosan, másutt helyenként alakul ki zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.